fiát. Nem bíbor, nem bársony, sem ékes ruhák, a csillag fény hintett rá enyhe sugárt. Nem vette őt észre a bűnös világ. Friss szín áll, hogy szunnyadt egy jászol mélyén, és mindaz ki látta, hogy ámult jöttél. Elmentek és nézték őt az emberek, a bölcs és a pásztor hozzá sietett. Karácsony van, az angyalok hangja, vicengi mindezt, ő megszületett. Karácsony van, ünnepi dalban, hirdesd a jó hírt, ő megszületett. Kárász Izabella, megfoghatatlan én előttem. Hogy égi trónját felcserélte, hogy fény gyújtott a messzeségbe, hogy Betlehem szent éjszakáján megszületett az égi bárány, hogy vállalta-e föld keservét, atya magasztos mentő tervét, mi érettünk, kik felszegeztük, hogy megválthassa bűnös lelkünk, s éljünk vele, megdicsőültem, megfoghatatlan én előttem. Thank you.
Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit, és egy igeverset hoztam így karácsonyra, hogy ráhangolódhassunk, készülhessünk az ünnepekre, és ezt az ige szakaszt a Lukács írása szerinti evangéliumból fogom majd felolvasni a második részéből. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken, akik kint a mezőn őrködtek éjszaka a nyájuk mellett. És íme az Úr angyala megjelent nekik, és körülragyogta őket az Úr dicsősége, ők pedig nagyon megrettentek. És az angyal így szólt: ne féljetek, mert íme nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz, mert Dávid városában ma megszületett nektek az üdvözítő, aki az Úr Krisztus. Ez pedig a jel számotokra. Találtok egy kisgyermeket bekújjába feküdni a jászolban. És hirtelen mennyei seregek sokassága jelent meg az angyallal együtt, akik Isten dicsérték, és ezt mondták: dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Miután elmentek az angyalok tőlük a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz: menjünk el Betlehembe, és lássuk meg a dolgot, amelyet az Úr kijelentett nekünk. Elmentek hát nagy sietve, és megtalálták Máriát és Józsefet, és a jászolban fekvő kisgyermeket. Olyan csodálatos ez a történet, amikor az ünnepekre készülök, mindig el szoktam olvasni, és azért tartom nagyon különlegesnek, mert a Bibliát olvasva sok helyen találkozunk angyali jelenéssel, de olyannal, amikor egy egész angyal had, egy egész angyali kórus jelenik meg, ilyenne talán egy helyen sem. Ez egy különleges éjszaka volt. Különleges éjszaka a pásztorok számára, és lehet, hogy talán egy különleges nap lesz ez ma a te számodra is. Ma az örömről szeretnék beszélni, hiszen az angyalok is örömöt hirdettek. És az örömre óriási nagy szükségünk van, hiszen ebben a világban rengeteg minden szeretné elvenni az örömünket. Ezt nem is kell talán sorolnom. Viszont az a jó hírem van, hogy vannak olyan dolgok, vannak olyan személyek, akik örömöt szeretnének adni a számunkra. És legelső sorban itt Istenre gondolok, aki örömmel gondol az emberre, és örömet szeretné adni az ő számára. És így a pásztoroknak is ezért küldte el ezt a fajta örömhírt. Legyen egy különleges találkozás az idei karácsony Istennel. Legyen egy olyan alkalom, amikor az öröm tölti föl a szívet. Az az öröm, ami Istentől van, az mozgásba hozza az embert. Hiszen olyan jó volt látni a történetet, és elképzelni azt, amikor a pásztorok ott vannak, és megjelenik a számukra az angyal sokaság, és adják át az örömhírt, hogy utána nem csak egymás között beszélgetve továbbra is maradtak a nyájat őrizni, hanem rögtön mozgásra késztette őket, hogy fölkelnek és elmennek, cselekszenek, meglátják, megnézik, és lehet, hogy idén karácsonykor téged is meg szeretne szólítani. Engedd, hogy az Istennek az üzenete eljuthasson hozzád, és lehet, hogy most még csak egy érzést fogsz kapni, és ahogy teszel egy következő lépést, hogy Isten újabb üzenetet ad a számodra, és újból szól hozzád, és egyszer csak azt veszed észre, hogy egy olyan mennyei öröm tölti be a szívedet, ami megmagyarázhatatlan. És azt kívánom így karácsonykor, hogy legyen áldott, örömmel teli ünneplés, amit nem vesznek el a hétköznapoknak a problémái, gondjai, vagy a karácsonyi készülődésnek a sürgése, forgása, hanem egy mennyei, Istentől származó öröm legyen mindenkinek a szívében. Isten áldjon benneteket!